A Dunatakarék Magyar Kupa döntő végeztével a névadó szponzor képviseletében Illés Zoltán elnök ügyvezető és a Magyar Kézilabda Szövetség részéről Fasimon Sándor alelnök adta át a trófeát a győztes csapatnak. Utóbbi elégedettségének is hangot adott a rendezvény kapcsán. Szeretnék gratulálni a Magyar Kézilabda Szövetség és saját nevemben is a Győrnek a kupa győzelemért. Azt hiszem, az a második, harmadik és a negyedik helyezet is nagyon sokat hozzátett ahhoz, hogy a szurkolók ezen a két napon együtt örülhettek a csapatukkal. Pálinger Katalinnak azért is különleges ez a győzelem, mert jövőre visszavonul az aktív játéktól, így ez volt az utolsó kupasiker, melyben játékosként vett részt. Fantasztikus, nagyon jó hangulat, köszönet ismét a közönségnek, úgy gondolom, hogy megtettünk mi is mindent, hogy szép játékot mutattunk, szórakoztató mérkőzések voltak, annak ellenére egy sima győzelem, nagyon örülök természetesen, valószínű, sőt több mint valószínű, hogy az utolsó kupa győzelmem. Jól éreztem magam, köszönöm, ennyi. Nem fog hiányozni? Biztos, hogy hiányozni fog, de tudatosan készülök már erre. Ugye neked ez már nem az első volt, mondhatjuk, hogy a sokadik. Meg lehet ezt szokni? Nem, ez mindig jó érzés, tehát minden kupa döntő más, és nyilván az első az a legkülönlegesebb, de ez meg úgy néz ki, hogy az utolsó, hogy ez meg ezért volt különleges. A kiváló kapusra még visszavonulása előtt komoly feladatok várnak, hiszen hátra van még a bajnoki döntő és a sokkal nagyobb kihívásnak tűnő Bajnokok Ligája finálé is.